A tervek szerint halad a Móri út felújításának első üteme. Székesfehérvár egyik fő közlekedési útvonalának bevezető részén folyamatban van a közművek cseréje. Március 15-éig befejeződnek a munkálatok, és megkezdődhet az aszfaltozás. Jelenleg a szennyvíz csatorna felújításán dolgoznak az építők. Most éppen a szennyvíz csatorna rekonstrukciója folyik, ezzel párhuzamosan elkezdjük ezen a szakaszon a vízvezetéknek is a felújítását, és hát ha ezzel végeztünk, akkor a munkaterület az útépítésre, rendelkezésre fog állni. Most tehát a közműépítés, a szennyvíz csatorna rekonstrukciója van folyamatban. Néhány szakaszon a meglévő vezetékrendszert bélelik, azaz a régi betoncsövekbe új bélésburkolatot helyeznek speciális technikával. Emellett lesz olyan rész is a Honvéd utcától kifelé, ahol új csatorna épül kőagyagcsőből, ami a ma ismert leghosszabb élettartamú technológia. Szintén az első ütemben mintegy 1000 méter hosszúságban cserélik a teljes vízvezetékrendszert a bekötésekkel együtt. Az Irányi Dániel utca után a Malom vagy a Honvéd utcába fogjuk elkezdeni a csatornát, és ez körülbelül március közepétől március végéig fog eltartani. Addig a Honvéd utcába lesz egy forgalomkorlátozás, az Zsák utcává fogják tenni, és amikor azt befejeztük, akkor az Irányi Dániel utcától a további 200 méter fog elkészülni. A későbbiekben lesz aszfaltozás, járdafelújítás, létesül több új parkoló és körforgalmat alakítanak ki az Icsi-liget északi részén. Jelenleg az Irányi Dániel utcáig tartó részen a városba bevezető sávokon dolgoznak a szakemberek. A befejezési határidő 2023. szeptember 18-a.